Ferenc pápa teázgatott és pileólust is cserélt a hívekkel január 22-én, amikor az általános kihallgatás előtt pápa mobéjával bejárta a Szent Péter teret. A Szent Atyát kedvenc italával a matéteával kínálgatták, amit több ízben el is fogadott. Mi több, pápai pileólusát is elcserélte a hívekkel. Ezzel a baráti ám váratlan gesztussal igencsak meglepte testőreit, pápasága során nem először. A katolikus egyházfő katekézise után több nemzet képviselőit üdvözölte a Szent Péter téren. Külön köszöntötte az arab nyelvű zarándokokat, különösen az egyiptomból érkezetteket, és így szólt hozzájuk, a hit ne a megosztottság oka legyen, hanem az Istennel és a testvérekkel való egység és közösség eszköze. Az úr nevének segítségül hívása ne a bezárkózás oka legyen, hanem az egyesítő és gazdagító szeretetre való megnyílás útja. Imádkozzunk, hogy az Úr megadja az egységet a keresztényeknek, hogy a különbséget gazdagságként éljék meg, s hogy a másikban az átölelni és szeretnivaló testvért lássák meg. Az Úr őrizzen meg benneteket és vezessen el az egységre. Beszéde végén a fiataloknak, a betegeknek és az ifjú pároknak is azt javasolta, álljon előttük példaként Szent Pál apostol, merítsenek ihletet belőle.